Sok szeretettel köszöntöm Önöket. Nagyon örülök, hogy bár harmadszor vagyok itt, de még nem untak meg. És még állítólag új arcok is vannak. Hát én nem ismerem őket, de ennek külön örülök. És hát én is nagyra értékelem Tamáséknak ezt a munkáját, Tamás meghívását, ezt a Szabad Egyetemet, és valóban Ózd, bocsánat, lehet, hogy egy kicsit távolabb álltam, valóban Ózd jó hírét, mert Óznak igenis jó híre kéne, hogy legyen, és kell, hogy legyen, és van is, lesz is. Csak hát Ózd is kicsiben olyan, mint Magyarország nagyban, hogyha valakik valaminek a rossz hírét akarják kelteni, akkor mindent el is követnek az eszközeikkel, hogy azt csinálják. De hát nem is szentelek rájuk ennél többet. Biztosan tudják, hát azok, akik a műsoraimat nézik, meg az előadásaimon itt voltak korábban, hogy ugye nekem az az alapelvem, és hát nem csak nekem, hogy véletlenek pedig nincsenek. Tehát ezen a világon minden úgy történik, ahogy történnie kell. Mindennek megvan a maga szerepe, oka és okozata, következménye. Ugye tudjuk, hogy ugyan sokat nem ért két veréb fióka a régi időkben sem, de még ők sem esnek ki a fészkükből csak úgy maguktól. Ugye? És egy falevél sem hull le. Nekem van egy olyan szokásom a műsor előtt is, amikor a világpanorámára készülök otthon. Hát azt tudják ugye, hogy sokat idézem nagyjainkat, költőinket, mert minden meg van írva. Ha az emberek nem olvasnák eleve, és olvasnák és értelmeznék, akkor nem is érhetné őket semmi meglepetésként. És én azt szoktam csinálni, kicsit próbára téve ezt az elvet, hogy véletlenek pedig nincsenek, hogy mindig kezembe veszek mondjuk egy kötetet valamelyik kedves költőmtől, és egyszerűen kinyitom, és ahol kinyitom, elolvasom. Hát ugye nem kell mondanom, hogy elég gyakran és általában mindig ott nyílik ki a könyv, amiről éppen akkor a világpanorámában beszélni is akarok. Hát ma ugyan nem hoztam magammal a költeményt, de a szállodában, itt a nagyszerű Hotel Ózd szobájában a tévé alatt találtam, és nagyon nagy dolog ez, és ezt mindig becsülöm, hogyha ott van a Szentírás. És kezembe vettem, volt még néhány percem, megkerestem János jelenéseinek könyvét, és ott viszont úgy, ahogy a költeményekkel, csak úgy kinyitottam, hogy hol nyílik ki. Mindjárt mutat, vagyis olvasom is önöknek, hogy hol nyílt ki. Megjelöltem, bocsánat. Idézem. Amikor eltelik az ezer esztendő, a sátán kiszabadul börtönéből, és neki indul, hogy elhitesse a föld négy sarkán élő népeket, és háborúra gyűjtse őket össze, akiknek, népeknek száma, mint a tenger fövenye. És feljöttek a föld széles fensíkjára, és körülvették a szentek táborát és a szeretett várost, de a mennyből tűz szállott alá, és megemésztette őket. És az ördögöt, aki elhitette őket, ezeket a népeket, a kénkővel égő tüzes tóba vetették a vadállat és a hamis próféta mellé, és ott gyötrődnek éjjel-nappal, örökkön-örökké. Hát ugye, hogyha most szétnézünk a világban, a sátán valóban ránk küldi a föld négy sarkából a népeket, átverve őket is, és hát a mi vesztünket akarja. Ez az idézet is azt mutatja, hogy előre láthatjuk, hogy mindent megpróbál majd a gonosz, minden eszközt bevet, nem csak ellenünk. Mi magyarok szúrunk szemet neki leginkább, vallom, de egyébként a világ minden népe ellen. Éket akar verni közénk, szembe akar fordítani bennünket, mert természetesen nem a ránk szabadított népek az ő szövetségesei, azok ugyanolyan eszközök, mint ahogy mi is azok vagyunk, kiszemelt célpontok, és
A gonosz minden korban csak úgy tud uralkodni, hogyha a népek egymást gyengítik. Ez a hétköznapi életben is ugye érvényesül, és hát a nagy politikában államok között is, hát ugye régiesen szólva, oszd meg és uralkodj. Ez folyik most is. De nem csak ez, ugye ez a mai témánk, elnézést leteszem közben a Szentírást. Majd még egyszer fölveszem és leveszem az akkómat, ha megengedik, mert kezdek belemelegedni. Mikrofont áttettem, csak a tanítványoknak mondom. Természetesen magától semmi csak úgy nem indul el. Véletlenek itt sincsenek. Tehát ez az idejévi népvándoroltatás, én így szoktam mondani, mert ez nem népvándorlás csupán. Egyszerű lenne az a magyarázat, hogy népek elindulnak boldogságot, földeket keresve, mert nem tudnak otthon megélni háborúk miatt, nyomor miatt, sivatagosodás miatt, termőföld kell, ivóvíz kell nekik, stb. 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 Van ilyen is, ez a veszély is a levegőben lóg, lehet, hogy majd a jövőben ez be is következik, sőt, sajnos nagyon úgy néz ki, majd mindjárt kitérek rá, de speciál az idei évi népvándorlás az népvándoroltatás volt, egy előre kitervelt, jól megszervezett és végrehajtott művelet, hadművelet Európa ellen. Hogy miért? Ugye az egyik az, hogy a világot uraló pénzügyi hatalom, amely egyáltalán nem háttérhatalom már, mert ezt kimutatták, ugye pár évvel ezelőtt egy svájci egyetem tudósai, egyáltalán nem elfogultan, kimutatták ők is, hogy a világ pár száz, 300-400 pénzúr dinasztia kezében van. Ezek összefonódnak, tehát gyakorlatilag egy nagy családot alkotnak. Az ő kezükben van szintén összefonódva néhány ezer bank, amely a világot behálózza, és a bankok összefonódva azzal a körülbelül 40-45 ezer multival, amelyik a világot uralja, hát a világnak a döntő részét, de senki nem maradt ki az uralmuk alól, mert valamilyen módon még a brazíliai benszülöttet is érinti, hogyha az árnyékkötő ára fölmegy, akkor tudnia kell, hogy valami történt a tőzsdéken. Tehát az ő kezükben van. Ez egy egészségtelen szerkezet, hiszen sok milliárd ember sorsa függ ettől a néhány száz családtól, akik már elszakadtak a földtől, és természetesen nem hiányozna nekik még újabb néhány milliárd euró vagy dollár bevétel. Amikor ugye idén egyszer csak elindult ez a népáradat, elgondolkodtató volt ugye sok jel, hogy micsoda szervezetten folyik. Hát ugye rögtön az elején láttuk, hogy ezek az emberek nem sivatagokon és őserdőkön vágtak keresztül, hanem hát ahogy én is néztem, nagyon sokuk jobban nézett ki, mint egy átlag magyar ember öltözködésre, stb. És nem is akartak itt maradni Magyarországon, mert még én is ismertem olyan menekültet, éppen szíriai volt, aki például megdöbbent, hogy ilyen szegény Magyarország, és hogy ilyen jövedelmek vannak, mert ugye beavatták ott a táborba, és azt mondta, hogy hát ő otthon sokkal többet keresett. A háború előtt természetesen. Hát ezek az emberek átjáróháznak használják Magyarországot, mert nem ide vágynak, egyik gyarmatról a másikra. Hiszen akik eljönnek, azok hát, gazdagságról álmodnak. De most a globális háttérhatalom, ez a pénzügyi uralom egyrészt Európa megfélemlítésére, másrészt zsarolására, harmadrészt pedig munkaerőpótlásra tervelte ki ezt a népvándoroltatást. Ugye, hogyha sorba megnézzük, az első Európa zsarolása, megfélemlítése miért? Hát azért, mert ugye az önök által is ismert transatlanti szabadkereskedelmi egyezmény, amit ez a pénzügyi uralom talált ki, ez valójában bevégezné a föld
teljes gyarmatosítását, beleértve Európáit is. Ez az egyezmény, amit kifundáltak, ez nálunk még szinte nem is volt ismert ezelőtt egy-két évvel, de Nyugat-Európában már igen, és nagy tiltakozó hullám indult el. Meglepő módon kezdtek el morogni, noha ugye azok, akik hirdették, hogy milyen jó lenne, mert ezáltal amerikai befektetések jönnének ide, például, azok ugye egyszer csak elveszítették a hangjukat, és a háttérhatalom, amikor rádöbbent, hogy nem biztos, hogy át tudja verni Európán ezt a TTIP-nek mondják, ugye a rövidítés alapján ezt az egyezményt, ami mondom Európa végleges gyarmatosítása, bekebelezése, akkor elkezdett kitalálni dolgokat, hogy mit lehetne tenni, hogy Európát megszelidítsük. 2010. decemberében fogadták el azt a tervet, amit most megvalósítanak. Egyébként van előélete, hiszen 100-120 évvel ezelőtt fölmerültek már különféle tervek, hogy hogyan lehetne fölhigítani Európa őslakos, fehér, benszülött lakosságát. Mert ezek a fehér benszülöttek akaratosak, nyakasak, és ha helyükre vagy legalább melléjük hozunk más népeket, más földrészekről, akik gyökértelenek, nincs nemzeti kötődésük, nincs Európa tudatuk, akkor azokkal majd csakban tudjuk tartani az európai fehér őslakosságot. Ugye többféle terv van itt, önök is biztos hallottak, most nem akarok mindegyikbe belemenni, sajnos ezek megvalósulóban vannak most, de már korábban elkezdődött, azért hozzáteszem. Nos, ez a TTIP, Transatlanti Kereskedelmi Egyezmény, Európa gyarmatosítása ugye valójában azt jelenti, hogy a multik és a bankok átveszik a nyílt uralmat minden ország fölött. Minden ország törvénykezését, törvényhozását alárendelik nekik, és az ő általuk kijelölt bíróságok döntik majd el, ugye adnak a látszatra jogállamiság, demokrácia, mindez persze idézőjelben, hogy ezek a multik vagy bankok, hogyha kárt szenvednének, akkor azok az ő általuk választott bíróságuk mondják majd ki, hogy ők, hogy nekik van igazuk, és mi pedig fizethetünk. Magyarán mindenbe beleszólnak, még az önkormányzatok dolgaiba is. Eddig is volt beleszólás, beavatkozás természetesen, de legalább eddig adtak a látszatra. De attól kezdve egy nyílt gyarmat, ahol a miniszterelnök már csak egy törzsfőnök lesz, aki vagy együttműködik, vagy nem a gyarmatosítóval, és a törzsfőnök pedig utasítja a saját alávalóit a végrehajtásra, vagy ha nem, akkor leváltják, meresztik, megölik, akármi, hát ezernyi dolog van az eszköztárban. Nos, hát ez ellen morgolódik Nyugat-Európában sok ember. Ezt a Transatlanti Egyezmény paktumot, Európa új gyarmatosítását idén kellett volna elfogadni. 2015-ben, az idei év végéig. Minden ment is a maga útján, de kiderült, hogy még az Európai Uniónak, ugye az Európai Tanácsban, az Unió Parlamentjében, Európai Parlamentben is nagyon sokan ellenzik. Mert rádöbbentek, hogy valójában mire megy ki a játék. És mert nem lehetett mindenkit megvásárolni. És akkor egyszer csak elszabadult a pokol, pontosabban ránk szabadították ezt a nép áradatot. De hogy nehogy azt higgyük, hogy ez csak hirtelen elkezdődött, és erről senki nem tudott, ez nem igaz. Amikor 2010. decemberében New York mellett eldöntötték, hogy hogyan is kéne ezt végrehajtani, akkor több változat is fölmerült. Az egyik volt az, hogy Európát vigyük bele egy háborúba, aminek a végén vagy a segítségünket kéri, mint már két világháborúban, vagy belerokkan. Mind a kettő ugyanazzal a következménnyel jár. Hát ez volt az ukrajnai háború, az ukrajnai puccs. Ugye az Ukrajnában valójában fasisztákat juttattak hatalomra, mert hát a pénzügyi háttérhatalomnak most mindegy, hogy mert ott már származás, hit, felekezet nem számít azon az ő szintjükön. Nekik a lényeg az eszköz, nekik megfelelt Hitler is, ők pénzelték a nácikat is, ők juttatták Európát oda, ahova került a II. Világháborúba. Szóval Ukrajnában ugye ők hajtatták végre a NATO által azt a úgynevezett kijevi fordulatot,
puccsot, és olyan kormányt hoztak hatalomra, amely rögtön első lépéseként az ukrajnai oroszokat, de egyébként a magyarokat is megfosztotta joguktól, kisebbségi joguktól, jogaiktól. Tudták, hogy ezzel mit provokálnak, hiszen mi itt lapulunk Magyarországon, vagyis Magyarország törvényes képviselői lapítanak, mert hát azt csinálják, amit diktálnak nekik nyugatról, de az oroszoknak nem lehet diktálni, és mivel Ukrajna lakosságának jelentős hányada orosz eleve, vagy orosz ajkú, bár ukránnak vallja magát, de nem beszéli az ukrán nyelvet, vagy csak rosszul, és Oroszország határos, és Oroszország hát ott született a mai úgynevezett Ukrajna területén. Na mindegy, a háttérhatalom tudta, hogy ebből háború lesz, mert az oroszok ezt nem engedhetik. Azt meg főleg nem, hogy Moszkvától 400 kilométerre NATO rakéták állomásozzanak. Ebből egyszer már majdnem világháború lett, ugye a 62-es rakétaválság idején, amikor az oroszok ugye 140 kilométerre az USA-tól rakétákat telepítettek Kubába. Tehát tudhatta ez a pénzügyi hatalom, és annak ugye ez a, hát hogy mondjam, szellemi agyközpontja, azt kéne mondani, de valójában egy ördögi gépezet, hogy ebből háború lesz. Azt nem tudta, hogy Putyin sokkal bölcsebben, ravaszabbul és okosabban jár el, mert azért Putyinnak a KGB-s idejéből igen sok tapasztalata volt, és nem lett belőle mostanáig nagy háború. A terv az volt, hogy az ukrán-orosz háborúban a NATO-nak be kell avatkozni, természetesen Európát sújtja, hiszen Európát védjék meg az európai NATO szövetségesek, mindenki belesodródik, Németországgal az élen, és persze mi, akik határosak vagyunk Ukrajnával, és ezután majd rimánkodunk az USA segítségéért. Az USA is valójában hitfőállás, tehát én nem az amerikaiakat szidom, és nem az Egyesült Államokat, mert a globális pénzügyi háttérhatalom százvalahány éve őket használja végül is hitfőállásnak is, meg hát világcsendőrnek. És amikor az orosz-ukrán háborúba belekeveredik Európa, akkor majd Európa rimánkodik az amerikai segítségért, és a végén Amerika nagykegyesen még két világháborúban csapatokat küld, fegyvereket küld, és Európát, ahogy két világháború után egyszerűen lenyeli, és akkor a TTIP és ilyen dolgok természetesen aláíródnak minden szabadkozás nélkül. Na hát ez nem jött be, mondom, fönnakadt Putyinnak és csapatának, mert ott is van egy nagyon okos háttércsapat a bölcsességén, legalábbis mostanáig, és akkor jött be a B-terv. A B-terv volt ez a népvándoroltatás. A népvándoroltatás, ami kockázatos egyébként a háttérhatalom számára is, mert azért nem olyan egyszerű Európát fölforgatni, mert ez ő ellene is fordulhat, tehát mindenképp ellenőrzésük alatt akarták tartani, most még tartják is. A B-terv szerint ugye Európát el kell árasztani menekültekkel, akik majd az európai őslakosságot, hát ha más nem, legalább sarokba szorítják, megfélemlítik, és akkor Európa megint a globális pénzügyi uralom segítségét kéri, hogy mentse őt, és cserébe ez a TTIP alá lesz írva. Jó ki volt találva, már idézőjelben a jól. És ugye pénz volt rá, hiszen hát gondolom, hogy nem kell önöknek mondanom, hogy ugye az amerikai Egyesült Államok annyi pénzt nyomat, amennyit akar, de nem az USA nyomatja az se, hanem a szövetségi jegybankot uraló néhány család, aki ennek a pénzügyi háttérhatalomnak a legfőbb képviselője. Ugye 1913 óta az amerikai dollárt azt egy magánbank nyomja, a Fed. És ő diktálja a feltételeket természetesen elnöknek, kormányzatnak, független attól, hogy melyik oldal, mert nincsenek oldala, ott se egyébként. És tehát a pénz nem számított, csak mennyi ideig tart kinyomatni, ugye x milliárd dollárt, amennyi kell egy ilyen népvándoroltatás végrehajtásához. Ilyenkor bekapcsolódnak titkosszolgálatok, ők megszervezik a háttérből, embercsempészek, de itt még talán nem is embercsempészek, hanem hatóságok működtek közre Törökországtól kezdve. Na most ugye ahhoz, hogy szabaddá tegyék az utat Európába, kellett egy
háború Észak-Afrikában, és kellett egy a Közel-Keleten. Az egyik volt a libiai, a másik a szíriai. Ezek mind onnan erednek, az úgynevezett arab tavasz, amit a háttérhatalom tervelt ki, mert ugyanis amíg a muszlim arab államokban úgynevezett diktátorok uralkodtak, Kadhafi Líbiában még mindig uralkodik, Assad Szíriában, és hát ugye Saddam Hussein Irakban, addig rend volt, jólét volt ott, és azok az emberek legalább békében éltek. Na most ezt föl kellett forgatni, hogy szabaddá tegyék az utat Európa felé. Hát ugye Líbiát szétverték, most már több részből áll, Szíriát szétverték, több részből áll, és törzsi háborúkba jutott még Irak is, amelyik pedig ugye amerikai megszállásban volt, de hát Líbia meg legfőképpen. Líbiával szabaddá tették az utat Afrikából, Szíriával pedig Szíriából és máshonnan keletről a népeknek. És innentől kezdve már könnyű volt, csak pénzkérdése volt, mert ugye ez a globális pénzügyi háttérhatalom uralja a világszervezeteket, ENSZ, Európai Unió, NATO, a kormányokat, a neki nem tetszők hatalomra se juthatnak, a neki nem tetsző pártok a hatalom közelébe se juthatnak, egyelőre ez a világrendünk, és mindenki be volt avatva. Ez nem váratlanul jött, és ezt kell tudomásul vennünk, hogy ez nem csak úgy egyszer csak elindult, és nem csak New York mellett kiagyalták, és aztán végrehajtatták, hanem ehhez be kellett avatni az európai kormányokat, be kellett avatni az ő illetékes hatóságaikat, rendőrség, stb. És végre kellett hajtani. Na most, ha egy kormány szabadkozott, vagy netán saját politikai céljaira akarta kihasználni a menekült áradatot, hogy erősítse magát, mert a nép azt hiszi, hogy ő végvári harcot folytat, és milyen jó sikeresen megoldotta, akkor arra morogtak, média és egyéb kampányt szerveztek, de egyébként mindenki cinkos volt. Tisztelet a kivételnek, ha van ilyen. Nem tudom, majd biztos jelentkezik egyszer. Magyarán ez egy jó szervezet végrehajtott akció, és nem csak onnan jött, hanem itt is mindenhol ebben részt vettek mindenki. És ha most azt hiszük, hogy megoldottuk ugye azzal, hogy kerítést építettünk, nagyon jó, eltereltük őket ugye most már Horvátország, Szlovénia fele, de ezek az emberek úgyis bemennek oda, mert a terv az volt, hogy be kell menniük. Az, hogy helyszínen esetleg voltak összezördülések, egyebek, amiket el lehetett volna kerülni, mert lehetett volna őket rögtön első naptól buszokkal, vonatokkal vinni, mint ahogy utána is vitték. Elkerülhettük volna mi is, Röszkét is, a keleti pályaudvart is, mindent elkerülhettünk volna, nem volt szükség arra, ami, ha csak nem belpolitikai célokra, ugye figyelemelterelés erről, arról, amarról, stb., de elkerülhető lett volna. Ugyanis, itt a lényeg az, hogy akárhogy is ezek a menekültek, ezek menekítettek és népvándoroltatottak, ezek mindenképpen bejutnak Európába, az Európai Unió is így döntött, mint alárendeltje a pénzügyi háttérhatalomnak, és az idei az csak itt kóstoló. Még a magyar miniszterelnök is azt mondta, hogy jövőre 20 millió várható. Tessék kiszámolni, a kvóta ugye Magyarországra 1,8%, hát az azért több százezer ember, hogyha 20 millió. De mi van, ha 100 millió jön? És ennyi embert már nem lehet elhelyezni menekült táborokba, és főleg eltartani egy olyan országban, ahol egy menekültre többször annyi jut, mint egy kórházi ápoltra, magyar emberre, aki egyébként adót is fizetett, vagy fizet, ugye? Tehát magyarán ők így is úgy is bemennek oda. Nyugat-Európa szemezget köztük, Németország, Anglia már válogatja ki a képzetteket, a jókezű, jóagyúakat, mert Szíria az egy előttünk járó állam volt, amíg békében élt, és igenis nagyon sok jóképzett ember van, szakember is, koponya is minden szempontból. Ezeket kiszemelgetik, mert az ő gazdaságoknak kell, és aki nem kell, azokat majd visszadobják ide. És ott már nem lesz kerítés, tehát Ausztriából majd jönnek vissza, teljesen mindegy, hogy most mi lezártuk a déli határainkat,
majd máshogy akkor jönnek ide, és sajnos azok jönnek ide, akik ott nem felelnek meg. Hogy ennek mi lesz a következménye, arról majd később esetleg beszélünk, de mert ez nem csak politikai kérdés, tehát az egyik oldala az, hogy a globális háttérhatalom Európát zsarolja meg ezzel a néptömeggel, és hogy fogadja el a saját gyarmatosítását. A másik cél az, hogy az európaiak nekiugorjanak, illetve meggyűlöljék végképp a muzulmán világot, ugye? Mert ez arra jó, hogy jönnek ezek az emberek, és akkor mindenki félelmében ugye elkezdi gyűlölni őket, holott mi sorstársak vagyunk, mi is üldözöttek vagyunk, minket ugyanaz az a világhatalom üldöz magyarokat, mint amelyik ezeket az embereket. Minket is eszközül használtak, és őket is. De ha egymás ellen fordít bennünket, akkor még tovább is gyöngít minket. És nem lesz összefogás, hogy megdöntsük ezt a földet elpusztító háttérhatalmat, amely szembe megy az emberi, a természeti, társadalmi törvényekkel, sőt, hát legfőképpen az isteni törvényekkel. Mert ez a sátán uralma. Na most ez a másik cél, ezt is sikerült elérni. Ugye, aki végigkövette például Magyarországon a déli határmenti eseményeket, hát nyilván ösztönösen is meggyűlöli ugye ezeket a bevándorlókat, és hát ha még tesznek is róla a médiában, hogy ami egyébként igaz, hogy sok fiatal ember jön feltűnően, de nem csak azok jöttek, azért meg kell nézni, nem csak azok jöttek, és a fiatal emberek meg egészen véletlenül az iszlám állam területéről jönnek, az iszlám államot meg mi alapítottuk, magyarok, mi is, mármint a minket képviselők, hiszen Assad ellen ugye a felkelők, szabadságharcosok idézőjelben, ugye a médiában, ezek az iszlám állam. Ezek, ha nem is akarták, most már azok, és onnan jönnek a fiatal emberek, sőt egy részük hazajön vissza, mert Európából ment. Mert Európából, Nyugat-Európából, Észak-Amerikából, USA, Kanada, Ausztráliából szabadon mehettek. Jöhettek, mehettek. Hát az állítólagos párizsi merényletnél, ugye az idei év elején is, szabadon visszajöhetett az a két fiatalember, akire ráfogták, hogy elkövette, és még Kalasnyikovot is hozott, mert még erről is gondoskodnak, hogy azzal együtt jöhessen vissza. Törökország részt vett ugye Szíria szétverésébe, hát Törökországnak megvan a maga oka, ugye a kurd kérdés részben, másrészt Szíriával sose voltak jóba, de mi lett az eredménye, hogy Törökországot elárasztották a menekültek, és ugye a törökök idén szintén parancsra megnyitották a táboraikat át Görögországba, az Unió területére. És hát ugye még ez is jelképes, hogy idéztem János apostolt, a Jelenések könyvét, hogy ő is egy görög szigeten ugye kapta mindezt a tudást, tudomást a Jóistentől, a mi jövőnket, és ő ezt is ugye beleszőtte, mert előre meg volt írva. Ez is. Tehát magyarán itt egy gépezet indult el, mi részt vettünk az arab tavaszba, magyarok, mert NATO tagállam vagyunk, Európai Uniós tagállam vagyunk, részt vettünk Szíria szétverésében, és most csodálkozunk, hogy akiket szétvertünk, azok megjönnek ide. Ha nem a globális háttérhatalom indította volna el, akkor is jogos ez a büntetés, a bűnhődés. Mert olyan népek is jönnek, akiknek a pusztításában Magyarország is részt vállalt. Még most is részt vállal, mert ugye Irakban ott van a mi pénzünkön, a mi adónkból, ugye egy magyar egység. Mit keres ott? Miért nem itt a déli határunk? Miért szlovák katonák védik a megmaradt trianoni Magyarországot? Miért lengyel katonák, meg csehek? Miért nem a magyar katonák jönnek vissza, ugye Irakból, ahol elvben az iszlám államot támogatják? Mert ugye az iszlám állam az, mint felkelő szabadságharcos sereg indult annak idején az Assad ellen, aki állítólag egy rémséges diktátor, de hát mint tudjuk, ugye Líbiában micsoda életszínvonal volt ahhoz képest, ami most van. Irakban milyen béke volt az utolsó években, és most már az irakiak is ugye átfordultak, mert az amerikaiak ellen vannak, pedig állítólag felszabadították őket. Na mindegy, szóval itt a lényeg az, hogy mi megint itt forgolódunk és sodródunk az árral, legjobb esetben kiköthet, vagy az ár kisodorhatna valamelyik partra minket, de miközben játsszuk itt a nagy kurucot, ugye kuruckodik a kormány is, játssza a szabadságharcost,
Közben mindent elfogadunk. Hát Magyarország nem fogadja el a kvótarendszert, de maradt az Unió tagállama. Akkor pedig kötelező érvényű ránk minden döntés. Tehát hiába morgolódás, akkor is be kell majd fogadnunk akár több százezer menekültet is, akiket viszont le kell telepíteni, mert ez a fő cél. Itt jön be az, amiről eddig nem beszéltem, a gazdasági cél. Ugyanis Európa kihaló földrész. Egyszerűen kihal. Mi is, mi magyarok is, mi 2100-ra valószínű már nem is leszünk, ha leszünk is egy csekély kisebbség, mert ahhoz, hogy egy nemzet fönnmaradjon, hivatalos, ugye 2,2 gyerek kéne családonként. 2,2, hát ilyen nincsen. Tehát 3 gyerek kéne, hogy egy nemzet azon a szinten maradjon, ami van. Az se jó, mert a mi esetünkben az is kevés már, de legalább ennyi kéne. De hogy legyen tartaléka, hát sajnos ugye betegség, baleset, háború, ne adj Isten, járvány, akármi, ezért 4 gyerek. Hát nem volt véletlen az régi család és egyensúly, hogy hány gyerek volt egy-egy családban, ugye 100-150-200 éve, hát mindenre fölkészültek. És mi még a 2 világháborúban sem szenvedtünk el annyi emberveszteséget, mint az utóbbi évtizedekben a meg nem született gyerekekkel, a rövid élettel, és hogy ne soroljam tovább. Még most hirtelen nem tudom, majd Bogár László megmondja, de azt hiszem még a 50-es, 60-as évekig szaporodott a magyar lakosság. Tehát 2 borzalmas világháború, Trianon, csonkítás, nyomor ellenére is. Kommunizmus, 56, minden ellenére, és a kivándorlások ellenére is. Ma meg ott tartunk, hogy 2,3 gyerek családonként. Hát ez szinte ma már ez... Ugye 4 gyerekről, 5 gyerekről, magyar családról beszélek, nem is szólva. És biztos, hogy ha nem javul a helyzet, már pedig nem javul, mert ma Magyarországon egyedül a nagyon gazdagoknál jellemző, ott sem mindenhol, de a politikai, gazdasági elitnél jellemző a sok gyerek. Ez is egy magyar furcsaság, ez sincs mindenütt, bocsánat. De az átlag embereknél nem. Ugye mindig próbálták logikusan magyarázni, hogy hát azért nem, mert aki szegény, annál nem. Ez nem igaz, az egész világon nem vált be. Albánia, Koszovó szegény volt, de ennek ellenére ugye 6-8-10 gyerek született. Mi magyarok hozzájuk képest gazdagok voltunk, és mégse született gyerek, nem születik. Nem lehet magyarázni, és kényszeríteni se lehet, de a tény az, hogy elfogyunk, kihalunk. Viszont egy multinak, aki ide települ, akár Ózdra is, munkaerő kell. És hát ugye ők abban gondolkodnak, hogy lehet, hogy ezek a népvándoroltatottak nem mind felelnek meg, de egy részüket majd lehet használni. És Németország a Merkel vezetésével ezt tudatosan csinálja, tehát a bevándoroltatás általuk támogatott is. Hiszen nyilvánvaló, hogy 20-30-40 év múlva egyszerűen nem lesz dolgozó, hogyha nem pótoljuk, mert minden ország kihal, majdnem minden ország Európában kihalóban van, de a nagyok ugye később fogynak el, mielőbb. Viszont rabszolgára szükség van. A multiknak, dolgozókra szükségük van, akik előteremtik azt a szuper profitot. És valójában a mostani népvándoroltatás, ha nem lett volna a TTIP, akkor is bekövetkezik előbb-utóbb, mert ugye ők készülnek a jövőre évtizedekkel előre. És a helyünkre jönnek mások. A világ történelemben olyan nem volt még, hogy egy országot ne laktak volna be más népek, hogyha az az ország elfogyott. Kárpát-medencéről nem is beszélek, mert ez olyan adottságokkal rendelkezik, hogy a sivatagból és a pusztákból jövő bevándoroltatottak, egyszerűen megdöbbennek azon, hogy nem tudunk mi élni ezzel. Hogyha nekik otthon édesvízük lenne, meg termőföldjük, már elég lenne, mondják ők. Ha mi kihalunk, a helyünkre jön más. Ez nem először fordul elő a világtörténelembe. És betelepül más. Aki átveszi a mi örökségünket, amit most építünk, az már az övék lesz. És ha itt nem történik valami, akkor ugye van egy számítás,
ahonnan már nincs visszatérés, mondják, tehát angolul no returning point, az olyan 2030 körül jön, következik be Európában, nálunk is, amikortól kezdve már teljesen mindegy, hogy hány fehér gyerek születik, mert már olyan kevés születhet csak, akkor is, ha családonként 10 születne, amelyik már nem pótolja. Tehát attól kezdve jön az egyeneságű kihalás. Na most a multik, illetve hát a mögöttük álló pénzügyi háttérhatalom erre is gondol. Tehát itt több legyet ütött egy csapásra ezzel az idei évi ízelítővel, mert mondom, ez még csak az ízelítő. Itt ennél sokkal többre kell készülni, és ezt már nem én mondom, hanem valahonnan, ugye azért a miniszterelnököt is tájékoztatták, mert egy német, azt hiszem német labba adta azt az interjút nemrég, amiben mondta, hogy 20 millióan jönnek majd. Feltételezem egyébként, hogy akik ezt kitervelték, és gerjesztik, és szervezik, és végrehajtják, azok tudják is, hogy körülbelül mi az a mennyiség, amennyit most beengedünk Európába, mert a végletekig ők se akarnak elmenni, mert különben akkor, hát minket ha elüldöznek, akkor ki fogja megtermelni, ugye ki lesz rabszolga. Az újak, a jövevények még nem készültek föl a rabszolga szerepre. Ők egyelőre a nyugat-európai életszínvonalat tekintik követendőnek, és hát nyilván segélyekre és egyebekre alapozzák a jövőjüket. De hogyha túlzásba viszik a népvándoroltatást, akkor esetleg az európaiak tényleg elmenekülnek, ha van lesz még hova nekik. Úgyhogy ez egy szervezett és valószínű sarokszámokhoz kötött vándoroltatás. Annyian jönnek be, amennyit a háttérhatalom engedélyez. Idén akármennyi, pár százezer, csak hogy szokjuk, jövőre pedig már jöhet ez a nagy tömeg, mondom, Orbán Viktor mondta, hogy 20 millióan jönnek jövőre. Úgyhogy itt tartunk most, és Magyarország továbbra se, nem Magyarország, mert Magyarország rosszul mondom én is, hát továbbra se fogják föl azok, akik kezében van a döntés, hogy addig, amíg ebben a rendszerben vagyunk, tehát Európai Unió és NATO, addig rajtunk fognak leverni mindent, amit tudnak. Mi nem vagyunk önállóak, minden önállóságunktól megfosztottak. Ugye nem kell mondanom, hogy emlékeznek, amikor pár évvel ezelőtt nagy csinadrattával a határőrséget is felszámolták. Igaz? Micsoda, még ünnepségeket rendeztek. Máshol sírtak volna, ha egy országot megfosztanak a maradék erejétől. Ugye? Nálunk meg nagy üdrivalgás. Ez is része volt a tervnek. Leszereltetni a határőrséget. Ugye, hogy nehogy véletlenül valaki gátolja majd a tervezett népvándoroltatást. Na most az a nagy baj, hogy amíg mi ebben a rendszerben vagyunk, addig velük együtt bukunk el. És nem igaz, hogy az elmúlt 1500 évben még minden világbirodalom, amelybe a magyarság akarva akaratlanul belekerült, vagy belekényszerült, az mind megbukott. Nekem nem igaz az, hogy Németország esetleg megbukik, mert mi a német gazdaságtól függünk. Miért tapsoljak én annak, ha Németországnak jövőre rosszul megy? Mert egyébként kárörvendően én is tapsolgathatnék. Na de hát ugye ők a legfontosabb, mi nekik vagyunk kiszolgáltatva. Ha az Európai Unió bukik, akkor mi is bukunk. És itt nincs mese, 500 éve Magyarország fél évezrede. Magyarország politikai elitje más se csinál, mint hinta politikával, két kulacsossággal, hol ide, hol oda próbálkozik, de mindig a rossz oldalon köt ki. És a vége mindig Szapolyai János óta, mindig az, hogy belebukott. Nem csak a vezetés sajnos, mert ha csak ők, hanem az ország is. És most is. Rossz oldalon állunk. Tudomásul kéne venni, hogy a mi megszállóink az EU és a NATO. És hogy nekünk ebből a rablóbandából mielőbb ki kéne lépni formálisan azért, mert ugyan persze lehet azt mondani, hogy de, és akkor mi lenne. De legalább papíron az szerepelne, hogy mi semleges állam vagyunk. Ránk nem vonatkozik az ő döntésük, akaratuk. Ők papíron nem szállhatnak meg minket, mert mi az ENSZ alapokmánya alatt vagyunk. Tehát legalább nem hivatkozhatnának. Most úgy állunk, hogyha nem engedelmeskedik a magyar kormány,
meg Magyarország nem törik meg menekült ügybe és más ügyekbe, akkor beküldhetik az Európai Unió csendőrségét, amiből ugye minket kizártak annak idején, de a románok benne vannak. Végső esetben pedig a kisantant szomszédos NATO tagtársaink megszállhatnak bennünket. Ők nyernének, mert legalább a magyar kérdés számukra megszűnne végleg. Tehát most bármikor az ország nyilvánosan is megszállható. Eddig nagyon nagy szerencsével elkerültük ezt, de az utóbbi években volt már pár jele, hogy előkészületben van. Tehát mi nem maradhatunk ebben a rendszerben. Jó, itt jön a kérdés, és akkor hogyan tovább? Hát először is a világban nagyon sok folyamat zajlik. Nálunk Magyarországon, ugye ahol a média még kiszolgálóbb, mint Nyugat-Európában, mert ott legalább még van valami hangja annak, aki ellenez valamit. Nálunk nem. Ez kormánytól, oldaltól független, mert nincs kormány és oldal, mert hát ugye az országot irányítják kívülről. Tehát mindez csak látszat és felesleges luxus, ami van Magyarországon, mert elég lenne egy amerikai nagykövet, aki megmondja, mint ahogy ezt is csinálják, hogy mit kell tenni, és akkor azt kell tenni. És nem kell ellenkezni, meg kuruckodni, ha a végén úgyis beletörődünk. Mindenbe beletörődtünk. Földtörvénybe, ugye, az ország kirablásába, amit Ózd azért az ózdiak testközelből éltek meg. Vagy most a menekült ügybe, de előtte az iraki háború, afganisztáni háború, és aztán az iszlám állam, és most ami van. Ugye? Tehát nem is kéne, egyszerűen csak végre kell hajtani. Úgy is végrehajtjuk. Morogva nem, akkor is a vége ez. De hogyha mi maradunk ezzel a bandával, akkor végén osztozunk az ő sorsukban. Ha nem, akkor pedig meg kell keresni az igaz barátainkat, a valódi szövetségeseinket. Vannak, mert a világ nem erről szól, ami most van. Ez bukásra, mondom, ha Európában minden flottó már nagyszerű, fejlődnén, hát persze ők, mert mi csak gyarmat vagyunk akkor is, és mi rabszolgának számítunk, de ha minden flottó menne is, akkor is kihal, eltűnik, meghal, nem lesz 120 év múlva, nem lesz német Európában. Hát így hal. Tehát, jó, most mi már valószínűleg vagy a többségünk ezt nem éri meg ebben a földi világban, de megérjük majd a lelki világban. Ott is lehet szenvedni, ám nem csak itt. Tehát Európa eltűnik, így is, úgy is. Észak-Amerikában eltűnik az európai civilizáció idézőjelbe, tehát az USA, Kanada, Ausztrália ugyanúgy eltűnik, tehát megszűnik az, ami volt. Régi folyamat, már legalább 100 éves, de megszűnik. Tehát mindenképp jönnek a helyünkre, akkor is, ha a háttérhatalom nem hív be senkit, akkor is, hogyha a multiknak nem kell munkaerő, akkor is jönnek majd a helyünkre, és főleg a Kárpát-medencébe, ahol bárki, ha ide jön üres zsebbel, rögtön meglátja ezt a gazdagságot, ami itt van a természetben és még a lábunk alatt. Rögtön jól érzi magát a sivatag meg a puszta után, ugye? Tehát mindenképpen eltűnnénk, bármi történne, ha így halad. Adja a jó Isten, hogy megforduljon ez, és még van időnk, hogy megfordítsuk. Már a születéseket is, és hát a, sajnos az ország irányát és állapotát is. De akkor keresni kell mást. Ma a világban, én tudom, hogy ingyér senki nem szabadít föl, nem vagyok annyira hiszékeny, hogy azt képzeljem, hogy ha ezek nem jók, akkor a másik. Ez 500 éve így zajlik Magyarországon, hogy a törökök bejöttek megszállóként, a végén pedig a törökökkel együtt harcoltunk, mert Tököl Imre a törökökkel együtt ostromolta Bécsvárát. Sajnos akkor vesztettek a törökök, ez volt a mi nagy bajunk. Aztán bejöttek felszabadítónak az osztrákok, Habsburgok, németek. Mi lett belőle, ugye senki annyiszor nem háborúzott a Habsburg birodalomban a császár ellen, mint mi magyarok, és a legvégén mi szenvedtük meg. Azok, akik a Habsburgok mellett háborúztak, horvátok, szerbek, románok, szlovákok, azok mind nyertek a mi földünkből, a mi vagyonunkból, ami most nagyon hiányzik. Ugye? Mindig nagyon hiányzott, de most aztán végképp. Tehát ők mindig nyertek. Mit értünk el, mire mentünk a két kulacsossággal? Semmire. És most is, mire megyünk ezzel a mostani két kulacsossággal? Hogy hol ide, hol oda? Most akkor neki megyünk az Európai Uniónak, látszólag bíráljuk és szembeszállunk, ugyanakkor meg végrehajtjuk, amit akar.
Hát ez volt, 500 éve ez megy. Ebbe bukott bele Horthy Miklós, Kállai miniszterelnök, ezért lett öngyilkos, Teleki Pál, ha öngyilkos lett egyáltalán. Ezért ölték meg Tisza Istvánt, nem csak ezért, de igazából ő is Zsákutcába jutott, és hát nem beszélve akkor visszamenőleg, ugye a szapolyaiakig, vagy az apafiakig Erdélyben. Ja, nekünk el kell döntenünk, hogy akarunk-e maradni ebbe, vagy újat. Ha újat, akkor viszont hol? De most a világ arról szól, hogy a mostani ritmusban a gazdasági világuralmat Kína veszi át. Tehát bármilyen furcsa is. Ugye minket hazugságokat raktálnak sok évtizede. Mi azt hittük, azt hisszük a média, a filmek alapján, hogy Kína egy nyomorult ország, Indiában a szegények ott fürödnek a Gangesban, és stb. De most, hát ugye minden országban van ilyen is, olyan is, stb. Hát ugye nem kell mondani, hogy a leggazdagabb országban is tudok találni olyan helyet, ahol ha filmet forgatok és bemutatom, akkor elrémülnek az emberek. De a tény az, hogy Kína és India veszi vissza a világgazdasági uralmat, mert ez is külföldi számítás, már régi, sokszor idéztem a műsorban, Bogár Lászlóval is, aki a következő vendég lesz, hogy a világgazdaságot mindig is Kína és India uralta az elmúlt évezredekben. Leszámítva az utolsó 200 évet, 250, amikor először ugye az angolok, akik sokkal rosszabbul éltek és nyomorúságosabb körülmények között, letarolták barbár módra. Hát ahogy ugye most barbárokra fognának mindent, akkor az angolok voltak a barbárok, letarolták Indiát és tönkretették. Nyersanyag piaccá változtatták azt a virágzó gazdaságot, ipari államot, ami volt 250-300 évvel ezelőtt India. Ugyanezt csinálták az európai egyesült seregek Kínával, ugye az ópium háborúban, ugyanis Kína volt a világ első, Indiával osztoztak általában. Amikor az állítólag olyan nagy és erős római birodalom volt, ez holland tudósok mutatták ki sok évvel ezelőtt, az a nagy római birodalom, ami ugye majdnem egész Európát, és hát persze Ázsia és Afrika egy részét uralta, jelentéktelen pár százalékát adta a világ, azt hát nem tudom, 10% körül a világ GDP-jének, mert ki lehet ezt számolni, tehát azért vannak erre okos emberek, de majd aki jön, az Bogár Lászlótól is kérdezze ezt meg, mert sokszor megvitatjuk vele. Tehát magyarán mi egy tévhitben vagyunk. A kínaiak nem is értik, hogy ez a féreg nyúlvány, ami Európa, ez hogy lehet meg még. Mert ugye, ha ránézünk a térképre, Eurázsia, de Európa egy kis vége az egésznek, és nem a méretekről van szó, hanem hogy ezek uralkodtak fölöttük ugye 100-150 évig, tönkretették, nyomorba taszították, na most veszik vissza. Ugye kínaiak a saját nyelvükön az országukat a világ közepének nevezik, középnek. Mert ők úgy számítják, hogy ők vannak középen. Most visszaveszik azt, ami az övék volt, és az övék is lesz ebben a tempóban. Persze mindent elkövetnek Kínával szemben azok, akik, ugye ez a például a pénzügyi háttérhatalom, amely sehogyan sem tud, még műtétekkel se tud kínaivá válni. Most még ott vannak Kínában, hiszen a világ pénzügyi rendszerében van Kína is, Oroszország is, de még Irán is, meg Észak-Korea is a maga módján. De ezek veszik át folyamatosan Kína, India, ugye arról nem beszélve, hogy ez két olyan állam, amelyiknek a lakossága is óriás, ugye? Hát azt mondják, hogy Kínában, ugye abból az 1 milliárd 250 millió emberből olyan 500 millió él jobban, mint az Európai Uniós átlag. Mert abban az átlagban benne vagyunk mi is az Uniósban, meg Románia, meg Bulgária, meg egy csomó nyomorult ország. Ugye? Kínában az, aki közel van a tűzhöz, az jól él, de az 500 millió ember. A többi lehet, hogy nagyon rosszul él, de hát ugye nálunk, vagy akármelyik országban nem ugyanígy van. De a gazdasági tény az, hogy a kínai GDP, mert ugye ebbe mérik, ugye bruttó hazai termékben, ez az egyik mérése gazdasági teljesítménynek, de azért van más is, de mindenben Kína jön föl és veszi át folyamatosan az USA-tól a világuralmat. És azt számítják, hogy 2030-ra fogja teljesen átvenni, de ez nem jelenti azt, hogy Kína megelőzi majd az egyfőre jutó GDP-ben, de ez kit érdekel. Ugye Kína megmaradt birodalomnak, ott próbálkoztak annak idején a Tiananmen téren, ugyanúgy, ahogy Kelet-Európában föllázítani kínaiakat, aztán Tibetben, meg az ujgurokat is,
de Kína megmaradt birodalomnak, és Kínát bármilyen furcsa, a kommunizmus mentette meg, vagyis az egyeduralom, mert egy nagy birodalmat nem lehet. Egyébként is minden demokrácia egyeduralom és diktatúra, de egy nagy birodalmat nem lehet másképp kormányozni, ahogy Oroszországot is valóban Putyin mentette meg, és a rendszere. Most tetszik vagy nem, egyetértünk vagy nem. De a lényeg az, hogy fönnmaradt. Kína fönnmaradt, Oroszország megcsonkítva, de fönnmaradt. Ráadásul Oroszország most már tudja, mit jelent az, hogy Trianon, mert hogy ugye tizenvalány részre szabdalták, mert nekik ugyanúgy fáj a Kaukázus vagy Közép-Ázsia elvesztése, és főleg ukrajnái, mint ahogy nekünk Erdélyé vagy a felvidéké, mármint az oroszoknak. De Kína megmaradt, és veszi át a világgazdasági uralmat, India jön föl, de már ugye káprázatos eredményekkel, és ez a kettő együttvéve már egy hát majdnem 2,5 milliárdos ugye, hatalmas piac. Az igaz, hogy lehet vádolni például a kínaiakat, hogy gagyikat gyárt, de a gagyikat nekünk gyártja, szerencsétleneknek, szegényeknek. Nagyon magas szinten gyártanak japán autókat is, meg német autókat, meg amerikai autókat is. A gagyikat meg a világ szegényeinek, mert erre van igény, mert nem tudja megfizetni négyszeres áron a minőségi holmit a nagyon sok ember, nem csak nálunk, hát máshol is. Tehát ez a világ arról szól, hogy Kína veszi át, ha nem történik semmi, világháború, világkatasztrófa, de ha az történik, akkor is kerülhet ki győztesen. Kína maga előtt tolja Oroszországot, mert Kínának még nincs olyan hadserege, hadereje, fegyverzete pontosabban, amelyikkel fölvehetné a harcot az USA-val szemben, mert ugye az USA kóstolgatja Kínát. Az utóbbi 10-15 év másról se szól, mint hogy az USA próbálja elvenni a kőolaj forrásokat Kínától, mert Kínának az egyik gyenge pontja az, hogy kőolaj behozatalra szorul, kőolaj és földgáz behozatalra. Az USA ezért foglalt el sorba, mert nagy volt a veszély már Amerika számára és a globális háttérhatalom számára, hogy Kína megszerzi az iraki kőolajforrásokat és az irániakat. Hát azért találták ki ott a háborúkat, meg minden Amerikában. De ezzel nem állították meg a folyamatot. Kína most ugye átáll az orosz gázra, azt építik ki, 2020 körül fejezik be Oroszországból ezt a gázvezeték rendszert, meg kőolajvezeték, ami azt jelenti, hogy Oroszországnak 2020-tól nem is kell gázt adnia Európába, mert mindet el tudja adni, mert nem csak Kína vásárló, hát gondolhatják, mekkora piac van ott, ugye 1 milliárd, 200 millió ember, vagy már több, ebben a pillanatban már több lett nyilván, hanem még Japán és Korea is, a többiek is fogyasztók. Nos, tehát a világ így alakul, Oroszországot Kína most már szövetségesként, mert már nem is tudnak más csinálni, egyébként vetétársak is voltak, meg hát ütközővezet is volt, és hát sokáig ellenségek is, fölhasználja, mint aki maga előtt a saját egyébként hasznavehetetlen, már hasznavehetetlen azért, mert nem tudták az oroszok hol felhasználni a fegyverzetüket, mert nekik van egy hatalmas, nem mondtam, mint a régi korban a zsoldos sereg, amelyik dologtalan és feleslegesen nagyon jó fegyverekkel van ellátva. Hát így aztán a kínai érdekeket is az oroszok védik meg, sőt lehet, hogy most már döntően kínai érdekeket védenek, még Szíriában is, máshol is. De egyetértésben csinálják. Aztán ehhez ugye, ehhez a szövetséghez mások is csatlakoznak. Ennek most még nincs olyan gazdasági hát kihatása, mert végül is az USA pedig ugye termelő munka alig folyik az Egyesült Államokban, de dolgoztat és a világ pénzét kezeli, mármint a pénzügyi áttérhatalom, amelyik az USA-ban székel, de még mindig a világ GDP-jének 1/4-ét ott állítják elő, hát ha hihetünk a statisztikának. De mondom, Kína 2030-ra ezt megdönti és átveszi a világ gazdasági uralmat, aminek következménye lesz a világ politikai uralma, mert ez így szokott lenni, és a végén a világ katonai uralma. Hát, hogy ez mit hoz, olyan messze van, hogy nem tudjuk, és én nem is szóval kergetnék hiú ábrándokat, mert megint csak visszajutunk oda, ahova mindenkorban, hogy ne mástól várjuk a mi boldogulásunkat, mert senki ingyen minket fel nem szabadít. Mindennek ára van. Lehet, hogy jobb lesz a következő idézőjelbe felszabadítónk. De nem
szabad másra bízni, nekünk magunknak kell, és itt most nem a fizikai erőről, meg katonai erőről beszélünk, mert abban mi nem szerepeltünk, de ugye Tamás is idézte, de hát sok példát mondhatnék, hogy nekünk magyaroknak ugye hát az egyik féltett kincsünk a nyelvünk, de a másik az az agyunk, a gondolataink. Ettől nagyon sokan rettegnek a világban. Tehát mi képesek vagyunk valóban a szó nemes értelmében megforgatni a világot. Azért gyűlölnek bennünket olyan sokan, és azért próbálnak eltaposni mindenkorban a gonoszok, beleértve a mostani kort is. Mi ránk fölnéznek olyanok, akiknek egyébként van hadseregük, van gazdaságuk, és hozzánk képest nagyszámúak és erősek. De a mi erőnk másban van. És ugye, ha már itt Tamás ebben a előfilmben bemutatta ugye a Rubik kockát, hát ugye mi még a kockát is mindenféle irányba el tudtuk úgy forgatni, hogy nem esett szét. Ezt a világot is megforgatjuk. Nem először. A magyarságnak van egy küldetése, nagyon régóta. Ezt a küldetést ma már nagyon kevesek viszik tovább közülünk. Szám szerint úgy mondom. De ez nem baj, mert nem kell ahhoz 10 millió ember, hogy egy ország megváltozzon. A lényeg az, hogy mi ezt a változást mindenkorban el tudtuk indítani. És utána lehet, hogy mások profitáltak belőle, de most végre el kéne oda jutnunk, hogy mi magunk elkezdjünk és saját magunkat törődjünk. Belül, magában, otthon kellene minden embernek végrehajtani azt, amit nagyon sokan sajnos felülről máshonnan várnak. Az, hogy mindig más oldja meg a gondjainkat, külföldi felszabadító, már idézőjelben, kormány, miniszter, párt, és a legvégén az Atya Úristen, de nem mi magunk, az nem megy. Az nem megy. És itt nem forradalmakban, nem háborúban kell gondolkodni, nekünk nem ez a küldetésünk. Olyan kevesen vagyunk, hogy nem is szabad ilyenben gondolkodni, mert nekünk ellentétben a kínaiakkal, vagy az oroszokkal, vagy az indiaiakkal nincs fölös elpazarolni való vérünk. Nekünk luxus lenne. Nekünk az a küldetésünk, hogy ezt a világot jó útra vezessük, ezt csináljuk régóta, ezért üldöznek bennünket, de még nem tudtak kiirtani, és elmondtam itt is, Ózdon már, meg a műsoromban is sokszor, hogy mi valóban minden világbirodalmat tönkretettünk eddig. Ide lenne elgondolkodni a mostaninak is. Mert a Kárpát-medencéig ért minden világbirodalom eddig, szinte földrajzilag is, tehát a római birodalom, a frank birodalom, a tatár-mongol birodalom, ezek mind világbirodalmak voltak, a török-oszmán birodalom, a Habsburg birodalom, a német-római birodalom, a német harmadik birodalom is volt itt, és a szovjet birodalom. Hát akkor milyen jogon gondolja ez a mostani világbirodalom, ami még förtelmesebb az előzőeknél, mert még a tank is legalább egy becsületes megjelenési formája, már idézelbe becsületes, egy megszállásnak. De most ez lelki terror, amiben élünk. De miért gondolja ez a világbirodalom, hogy ő fönnmaradhat? El fog pusztulni. És nem siratjuk meg. És én abban hiszek, hogy mi maradunk. A statisztika az egy dolog, az, hogy elfogyunk-e. Bár állítólag 2115-ben még lesz magyar, mert az a vak balkáni látnokasszony már meghalt, ugye akinek a jóslataiból, nagyon konkrét jóslatai voltak egyébként, mert a jós szakértők, mert vannak ilyenek, meg doktorok is gondolom, jós doktorát, jósok, azt mondják, hogy a 84%-a bevált, tehát ez nem lenézett ezotéria vagy egyéb, nagyon is konkrét, nevesített és időponttal, helynévvel bevált. Az egy bolgár asszony volt, gyerekkora óta vak, mint Teiresziász, ugye a görög mitológia vak jósa. És ő évtizedekkel ezelőtt mondta, hogy 2100, az egyik jóslata is szólt, 2115-ben az űrlények fölveszik a kapcsolatot az emberiséggel, és az emberiségből a magyarokkal. Semmi köze nem volt Magyarországhoz, nem volt elfogult irántunk, meg miért mondta volna.
Tehát velünk veszik föl, ez számomra azért biztató, mert legalább egy-két magyar marad még addig, akikkel fölveszik az űrlények. És ezt a jóslatát filmesítette meg Spielberg is, ugye a legelső és szerintem a legjobb filmje volt. A harmadik típusú találkozásokban így van. Aki ismeri a filmet, az talán emlékszik arra a nagy jelenetre, amikor az űrlények leszállnak, ugye az a megdöbbentő, meghökkentő, hatalmas űrhajó kísérletekkel, és akkor az emberekkel próbál kapcsolatba lépni, tudósokkal, és akkor lead egy ilyen kép és hang jelet, és azt folyamatosan. És ez pentaton volt, tehát ősi magyar éneklés, és és nem is csak a hangjegyek voltak lényegesek, hanem elhangzik a filmben, hogy Kodály módszer, tehát így fejtették meg, hogy őket üdvözli ugye az űrhajó, az űrlény. Megnéztem direkt, mert Spielberg nem lehetett, gondolom én, elfogult a magyarokkal szemben, hát nyilvánvaló úgy nőtt fel ő is, hogy mi náci nyilas fasiszták vagyunk. Tehát feleslegesen, még akkor sem, azt hiszem Zsigmond Vilmos volt az operatőr, még akkor sem, mert a Zsigmond Vilmos se volt elfogult irántunk, de Spielberg beleszőtte a forgatókönyvbe ezt, hogy Kodály módszer, ami nem egy olyan, nekünk ismer, de a világban azért így nem szokták reklámozni, és nem is tudják. Kodály módszerrel fejtették meg magyarán a tudósok az űrlények űrhajójának jelzését, ami üdvözlet volt az emberiségnek. Most én megnéztem direkt, hogy ki írta a forgatókönyvet, Spielberg írta. Tehát nem valaki magyartól vette át, vagy nem tudom, hanem tőlünk. És ez azt jelenti, hogy hát komolyá vált, vagy legalábbis már így filmesítették is ezt a jóslatot. De a lényeg az, hogy még maradunk egy páran addig, 2115-ig. Nincs még elveszve minden. De én az Európai Unió és a NATO helyében, ahogy mondani szoktam, ha már akkor nem fizettek, amikor beléptünk, mert jobb lett volna, hogyha fizetnek, hogy ne lépjünk be, most fizetnék, hogy kilépjünk mielőbb. A mi szempontunkból pedig lét szükséglet, hogy saját kezünkbe vegyük a sorsunkat, és nem a mostani rendszer szerint, ami a világban van, mert ez egy áldemokrácia, mert semmi köze a néphatalomhoz. Ez egy liberális diktatúra, vagy terrorizmus inkább. És miután vesztésre áll ez a világhatalom, egyre durvul. Tehát egyre durvul, és egyre nagyobb hibákat követ. Vagy ahogy mondtam az egyik műsorban, az utolsókat rúgja, de azt is belénk, ugye? Mert mi elvileg mit számítunk? Kicsik vagyunk, jelentéktelenek elvileg gazdasági és egyéb katonai szempontból, és mégis velünk foglalkoznak már nagyon régóta folyamatosan, arányunkhoz képest sokkal többet, mint sokkal nagyobb országokkal. Félnek tőlünk. Félnek tőlünk. Ezért nem sodródhatunk velük, és nem, főleg nem pusztulhatunk el velük, mert eddig még az igaz, hogy csonkult az ország sokszor, volt már harmadolva, nem is, hát ugye nem csak Trianonban sajnos, hanem már az oszmán-török időkben is, három részre volt szakítva, és abból csak egy harmad, ugye az erdélyi fejedelemség volt névleg, hát meg ugye sokszor azért független, tehát ez nem új a mai helyzetünk, már sajnos hozzászoktunk, ha szokhattunk, de van arra lehetőség, hogy csak el kell kezdeni, hogy megszabaduljunk ettől a sátáni uralomtól, amelyik halálra van ítélve, amelyik büntetésként van az emberiség nyakába küldve, mert az emberiségnek ez a uralkodó része, amelyik még uralkodik, az elfordult az Istenétől. És az isteni törvényektől, ahogy a magyarság is le van térítve attól, arról az útról, ami kijelöltetett számára, és ezer éve mi rossz úton járunk. Amíg a nemzetnek ez a hatalmas ereje, ami évezredeken át halmozódott előd népeinkbe, amit mi kaptunk, még tartott Mátyás királyig, addig még előre mentünk. Mátyás király megöletésével véget ért, tulajdonképpen attól kezdve mi már a zsákutcában rohanunk előre, tudván azt, hogy előbb-utóbb neki megyünk, vagy egy falnak, vagy egy szakadékba zuhanunk. Hát ezt ne várjuk meg. Én itt fejezném be, és tehát kérdések, hogyha vannak önökben fölmerültek, akkor szívesen válaszolok rá. Addig iszom is egyébként.